A sors úgy hozta, hogy a stáb gyakorlatilag majdnem minden tagja kötődik ehhez a Budai utcához, ami volt Zöldoszlop utca, aztán Pest-Buda-Óbuda egyesülése után pár évvel Oszlop utca lett, és ma a KSH első igazgatójáról kapta a nevét, ez a Keleti Károly utca. Valaha erre a mai Margit körút vonalában futó országúttól fölfelé nagyjából nem volt semmi, egészen pontosan téglavető gödrök, veteményes kertek, szőlőtáblák és persze az egyik régi budai zsidó temető. A török uralom után Buda tanácsnokai megkapták a szabad királyi város pallós jogát, és a budai tanácsnokok első hóhérjukat 1688-ban még díjazás nélkül választották meg, megélhetésül viszont felajánlva neki a sintérséget. Az első budai bakó azonban nem találta meg a számítását a dögbőrökön, ezért a következő már szegődéses tanácsi hóhérnak évi 30 forint fizetést, lakást és 4 öl fa járandóságot ajánlottak. Aztán később házhelyet is itt a kanyarban kínáltak, majd hamarosan a ház zöldre festett oszlopos tornácáról ragadt rajta a név az onnan kiinduló utcácskán. Előbb Zöldoszlop, majd Pest, Buda és Óbuda egyesülése után 6 évvel, 1879-től csak Oszlop utca lett, aztán Keleti Károly utca. Az Egyhely korábbi blog változatában még néhány éve azt írtam, hogy a hátam mögött lévő garzóház helyén nem csak a budai hóhérháza állt, hanem a Bitó is. És aztán néhány hónapja a Patibulum blog szerzője felhívta a figyelmet erre a tévedésre, nevezetesen, hogy a hóhérháza valóban itt állt, és meg is határozza alapvetően ezt a később kialakuló utcamorfológiát, de a Bitó nem itt állt, hanem egy sokkal érdekesebb helyen, Óbudán, az akkori Zicsi birtokon, nagyjából a mai Kecske utca magasságában. És ez nem is egy egyszerű fabitó volt, egy egyszemélyes fabitó, hanem egy komoly konstrukció, a 18. században divatos 4 komoly kőoszlopra állított fakeret, tehát mind a 4 oldalon lehetett akasztásokat végrehajtani, egyszerre akár 7-8-at is. A névadó zöldoszlopos házból később udvarház lett, és számos tulajdonosváltás után 1890-ben került Cipernowski Károlyhoz, végül gróf Majláth Józsefhez, mindkettőjükről lesz még szó. Egészen biztos viszont, hogy akkor már állt itt egy nepomuki Szent János szobor, ugyanis feljegyezték, hogy az 1849-ben a Budavár ostromára készülő honvédek itt megálltak egy imára. A szobor további rongálódásához egyébként hozzájárult, hogy itt egy itatóhely volt, egy fákkal körülvett itatóhely, ugyanis itt álltak meg a fuvarosok, hiszen Nepomuki Szent János az a hidak, utak és fuvarosok, hajósok védőszentje volt. A következő szoborhoz már a közeli ganzgyár adta a vasrácsot, az a ganzgyár, ahol az itt háztulajdonos Zipernowski mérnök dolgozott, a villamossági osztály megszervezője, tudós, országgyűlési képviselő, a transformátor egyik feltalálója. A vállalkozó kedvű Majláth gróf a szobor mögötti területekre szabadon álló, de a belső udvarokra, illetve az utcára néző bérház tömböket építetett, de a Keleti Károly utca amúgy egyébként szűkösnek látszó, vagy szűknek látszó Keleti Károly utcát itt tágasnak érzékeljük, ugyanis az első emelet után hatalmas teraszokkal hátraugratja a homlokzatokat, és ezekbe a terasz alatti helyekbe költöztek be a boltok. A teraszos majlátházaknál feltűnnek az első boltok is, például most a Szerkesztőség nevű helyen ülünk, ami a Margit negyed projekt részeként, nyúlványaként valósult itt meg. Ez egyszerre galéria, kiállítóhely, közösségi hely, és nagyon jó kávét is adnak. Egyébként valaha az utca két oldalán összesen 29 üzlet, kis üzlet működött, ebben volt csemegebolt, teljesbolt, húsos, hentes,
természetesen szabó, cipész és illatszerbolt is. Az épületeket 1929-ben adták át, még többen ismerik viszont a tér lezárásaként a statisztikai hivatallal szemben fölépült 6 emeletes bérházat, garzonszállodát, ami a lakók kényelmét központi fűtéssel, mosoly- és szárítóhelyiségekkel, lifttel és portával szolgálta. A szálloda földszintjén egykor étterem kávéház üzemelt, amit sokan a későbbi Rózsadom vendéglőjeként ismernek, ma ez a csikisöröző árkádos nagy teraszával, de menjünk tovább. Az utca a teraszos házakat elhagyva újra összeszűkül, majd később stílust is vált, az eklektikus mindenféle házakat, főleg az alsó soron Bauhaus 3-4 emeletesek váltják föl. Ezek furcsa mód az ország hadipari felkészülésének köszönhetők, zömükben a 30-as évek végén, a 40-es évek elején épültek, amikor a közeli Ganz villamossági gyár fokozta hadipari termelését, és lakások kellettek az új technikusoknak, mérnököknek. Említettem, hogy kétszer is laktam a Keleti Károly utcában. Ez az első hely, 30 éve a Keleti Károlyi 36-ban laktunk. Ez is egy Bauhaus ház. Egyébként mi legfölül az építész lakásában laktunk, és kapcsolódva az előzőekhez, a lift aktan megvolt, de a lift már a helyére soha nem épült be. Hátam mögött a túlsó oldalon pedig a legendás fondue bár működött akkoriban itt, ami sok egyéb mellett, például a fondue mellett ellenzéki találkozóhely is volt, hiszen a közelben lakott Csóri Sándor és Jovánovics György, Konrád György, ezek még ilyen idők, ilyen elég régi idők voltak, amikor ők találkoztak, és a utcai legenda szerint pont emiatt a ellenzéki találkozóhelyiség miatt telepítettek mellé egy cukrászdát is. A sors furcsa fint arra természetesen, hogy 30 évvel később a cukrászda még üzemel, a fondue bárnak már nyoma sincs. Valamivel feljebb áll a 2931-es számú villa, pontosabban az a 3-as ház, ahol a két oldalsó szárny egy magasabban álló harmadikat fog közre. 1909 és 11 között építette magának két együtt dolgozó műépítész, Komor Marcel és Jakab Dezső. Nem csak üzlettársak, barátok is voltak, akik jól kiegészítették egymást. Jakab Dezső inkább az ornamentika, részletkérdés feladatát kedvelte, gyönyörű részletrajzokat készített, míg Komor Marcelt inkább a modern anyagok használata, a célszerűség és egy-egy épület koncepciója foglalkoztatta jobban. Egy ikervilla és két hozzátartozó bérház, ma már nincs meg, de régen valaha bejárat két oldalán posta és csemegeüzlet működött, és két óriási nyárfa állt, amit már kivágtak. Viszont a középső, felső ikervillát egy tűzfal választotta el, és a kertre néző oldalán volt a két építész közös műterme, és hogyha be tudtunk volna most menni, akkor meg tudtam volna mutatni azt a fantasztikus belső teret ebben az ikervillában, aminek a mennyezetébe egy nagy társalgó, egy nagy tárgyaló felső mennyezetére beépítették egy komplett felső magyarországi református fakazettás templom mennyezetet. Így néz ki egy lépcső tetején. 1944. március 19-én délután német tisztek érkeztek a Komor Jakab házhoz, mivel gazdag műgyűjteményük miatt szerepeltek azon a listán, ahová a megszállók már az első napjukon kiszálltak. Már akkor elvittek mindent, ami a listájukon szerepelt, aztán a ház 44 nyarán csillagos ház lett. Az utca vége felé szép lassan megérkezünk a Rákóczi gimnáziumhoz, ami régen egyáltalán nem így nézett ki. 2004-ben felújították és jelentősen bővítették is, tehát ez a fal például, ez az épületrész egyáltalán nem volt. Ugyanakkor 82-ben forgatták itt a Csacsasa című filmet, és ami még fontosabb, mert ez nálam egy erős fixáció volt, hogy 82-esen megáll az idő is, amiben én sokáig azt képzeltem, hogy ez a híres futós jelenet, ahol Pierre-ék befutnak a gimnáziumba, azt itt forgatták ennél a falnál. De mint kiderült, ez nem igaz, későbbi honlapokról ezt jól lehet tudni. Itt futnak, és itt látszik is,
hogy itt egy ilyen ipari természetű fal van, de ezt az egészet Újpesten vették föl, azóta már bezárt Bródy gimnázium egyik részénél, és annyiban az érdekességhez tartozik, hogy valójában két helyen vették föl, mert egy rövid snitben a Logodi utca is felbukkan, pontosan a Logodi utcai futás hátterében a Szabadságszobor. A Rákóczit 2004-ben részben lebontották, bővítették, átalakították, így most egymás mellett látható az új és az 1909-ben épült érseki katolikus gimnázium és konviktus homlokzata. Utóbbiban, amíg nem csapták azt a gimnáziumhoz, egészen a 80-as évekig kollégium is működött. És emlegettem, hogy én kétszer is laktam a Keleti Károly utcában. Ez volt az első hely, mert ez valaha egy kollégium volt, méghozzá a Táncsics Mihály Egyetemi Előkészítő Kollégium, ahol akkor tehetséges, munkásszármazású gyerekeket iskoláztak be. Ez volt az első lakhelyem a Keleti Károly utcában. Mellette Árkai Aladár apró temploma áll. És az utca legutolsó boltja, de egyben a legrégebbi is, valaha Úri Szabóság volt, most pedig Jáni Mihály és fia, azaz Tamás férfi szabósága. Alapítva 1932. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.